Dobos László polgármester úrral beszélgettünk, hiszen most fejeződött be a Magyar Kultúranapi rendezvénysorozat. Én úgy gondolom, hogy aki ma ide eljött, mindenki csodaszép élményekkel mehet haza. Hát egy csodálatos estének voltunk, lehettünk a résztvevői. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon méltó módon ünnepeltük meg ezt a gyönyörű napot, a Magyar Kultúra napját. Felemelő volt, sokszor libabőrös lettem, megmondom őszintén, aki eljött, azt hiszem, hogy jól tette, hogy így döntött. És hát azt hiszem, hogy megint a kultúra minden részét bemutattuk, hiszen ebben volt könyvbemutató, volt kiállítás megnyitó és volt a csodaszép zenei rész a kétnapos rendezvénysorozatnak. Színes volt a program, annak ellenére, hogy az egy napról szól, azért mi egy másfél naposra terveztük és így oldottuk meg, de ez a műsor valóban a hab volt a tortán. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a karcagi pedagógusok, a karcagi szereplők részvételével sikerült szerintem minden idők egyik legjobb Magyar Kultúra Napi estjét megszervezni, megrendezni, végigélvezni. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget, és köszönöm mindazoknak, akik ebben a szép estében akár szervezőként, akár rendezőként, akár szereplőként részt vettek. Az érdem az övék. Beled Zsoltán megyei közülés alelnökével beszélgettünk, hiszen egy igazán szép beszédet mondott, és hallhattuk a gondolatait a magyar kultúráról. Nézőinknek néhány gondolatban foglalja össze, hogy mit is jelentett önnek ma itt Karcagon ez a szép este. Karcag nekem a szívügyem, bár ma este én először debütálhattam itt Karcagon. Korábbi munkáimból kifolyólag én sokszor jártam már Karcagon, és mindig csodálattal néztem a települést, csodálattal néztem az itt élő embereket. Karcag egy csodálatos kincs, mind Magyarországnak, mind pedig a megyének. És hogy a ma estére kicsit aktualizáljam, egy csodálatos kulturális kincs, az az évezredes magyar hagyomány és kun hagyományok, amik itt egyesülnek, az elmondhatatlanul szép, és az emberek hétköznapjait átszövi. Azt gondolom, hogy erre büszkének kell lennünk. Ez az egyetemes magyar kultúra része, és ez a mi gazdagságunk, mert sokszor a gazdagságot nem csak anyagiakban tudjuk mérni, hanem bizony a kulturális értékeinket is számba kell venni. És azt gondolom, hogy aki ezt a műsort ma este itt Karcagon megnézte, meghallgatta, vagy akár a tévén keresztül is megnézi, az biztos lehet abban, hogy Karcag egy nagyon gazdag város, és az itt élő emberek nagyon gazdagok. Reméljük, hogy lesz módja még több alkalommal eljönni, és akkor még jobban megismerni a várost. Általában a magyar kultúra mit jelent önnek? Azt, hogy egyedi, és csak a miénk. Olyan kultúrát kaptunk, olyan kultúrát építettünk ki magunk köré, ami megkülönböztet bennünket, akár itt a Kárpát-medencében, akár az egész világon másoktól. Vigyáznunk kell, óvnunk kell ezt a kincset, mert egyedi érték van a kezünkben, és felelősségünk is van, hogy utánunk következő generációknak ezt át is kell adni, hogy még nagyon sokáig fennmaradhasson ez az egyedi érték. Reméljük, hogy így lesz. Köszönjük szépen! Nagyon köszönöm, és innen is köszöntöm a Karcag Televízió nézőit is. Bármikor nagyon szívesen jövök Karcagra, nagyon örülök neki, ha meghívnak. Ecsedi Irénnel beszélgetünk, először szeretnénk gratulálni a ma este átvett mind a két elismeréséhez. Én úgy gondolom, hogy nagyon meghatódott, hiszen én ott álltam önnel szemben, és ki sem akart menni, szinte hihetetlen volt, ahogy láttam az arcán, hogy el sem akarja hinni, hogy most ön kapta ezt a két kitüntetést. Igen, nagy meglepetés volt számomra, és a mai csodálatos est keretében került erre sor. Ez nagy meglepetés volt számomra, és nagyon örülök neki, és tiszta szívemből köszönöm mindazoknak, akikkel eddig harmonikusan együttműködtem, mert díjat kapni, meg ilyen hosszú időn keresztül intézményt vezetni csak úgy lehet, ha a fenntartóval, még akkor Fazekas polgármester úrral, aztán Dobos László polgármester úrral, és most az utóbbi években a karcagi tankerület igazgatónőjével, Kisné Sós Ágnessel együtt tudtam működni. Tiszta szívemből köszönöm a támogatást, a segítséget, és nagyon köszönöm közvetlen munkatársaimnak, akikkel sok-sok éven át együtt, egymás mellett töltöttük napjainkat az irodában.
az irodai dolgozóknak, iskolatitkároknak, és a gazdasági dolgozóknak, és az intézmény valamennyi pedagógusának, és a pedagógiai munkát segítő kollégáknak. Azt hiszem, hogy most mondhatjuk el, hogy igazándiból nyugdíjas lett, hiszen most hallottuk, hogy 5-től kezd meg a nyugdíjas éveket. Önt ismerve azért ezek is munkával fognak tenni, hiszen unokát, azt szoktam látni, hogy rengeteget foglalkozik az unokával, bejár az iskolába, tehát ugyanúgy azért a mindennapjai része marad a Karcagi Általános Iskola. Igen, szeretnék továbbra is aktívan részt venni a város életében, az iskola életében, amennyire lehet, és kapcsolatot tartani továbbra is kollégákkal, tanulókkal, szülőkkel. Jó egészséget kívánok önnek, és hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket, és még egyszer gratulálok a két elismeréshez. Köszönöm szépen. Flóth Csilla igazgatóasszonnyal beszélgetünk, hiszen ön volt az, aki gondolom az egyik ötletgazdája volt ennek a mai szép estének, és igazán tartalmas volt. Úgy gondolom, hogy a felnőttek is és a diákok is nagyon izgultak, de nagyon sok szép élménnyel megyünk haza, akik ma ezt itt végig hallgattuk. Igen, így van. Nagy-nagy lelkesedéssel készültünk a mai estére, amikor megkaptuk ezt a felkérést, hogy 2015. január 22-én a Karcagi Általános Iskola és alapfokú művészeti iskola tanárai, tanulói, illetve az Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskolai tagintézmény tanárai vehetnek részt a Magyar Kultúra Napi ünnepi műsorban. Gondolom, hogy azért volt miből választani, tehát biztos nem volt egyszerű ebbe a szűk másfél órába besűríteni sok-sok mindent, de én azt gondolom, hogy mindent sikerült. Tehát mi itt ültünk, láttam azért, hogy itt járkáltam, hogy volt, akinek könyv volt a szemében, volt, aki itt polgármester, és elmondta, hogy rá is nagyon nagy hatással voltak. Tehát azt hiszem, hogy ilyen szép élménnyel mindenkinek öröm volt ma innen hazamenni. Igen, a mai estén a műsorban igyekeztünk bemutatni a magyar kultúra valamennyi szegletét, a verset, a prózát, a zenét, a táncot. Képekben, zenével, hangszerek segítségével, táncosok segítségével az alap elképzelés ez volt. Bízom benne, hogy ezt sikerült a mai estén megvalósítani. Igyekeztünk a prózát, a verset, illetve a zenei műsorszámokat úgy összepárosítani, hogy összhangban legyenek egymással, hiszen így úgy gondolom, hogy szervesen kiegészítették egymást. És hát azt hiszem, hogy az is egy külön emelte a intézmény hírnevét, hogy a mai napon került átadásra az ön elődjének, itt Ecsedi Érénke igazgatóasszonynak is a két elismerés, amelyet ön olvashatott fel, ön méltatta. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos volt az ön számára. Így van, ez számomra ez egy kedves tiszt volt. Ugye Ecsedi Érénke hosszú éveken keresztül először a Kiskulcsosi Általános Iskola igazgatója volt, aztán amikor 2011-ben összevonták a három általános iskolát, a Kovács Mihály Györfi, illetve a Kiskulcsosi Általános Iskolát, akkor ő lett a Karcagi Általános Iskola intézményvezetője, és most január 5-én vonult nyugállományba, és én úgy gondolom, hogy egy hosszú szakmai múlttal, illetve intézményvezetői múlttal, pedagógusi múlttal a háta mögött megérdemelte ezt a két elismerést, amelyet Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere adományozott a számára, és úgy gondolom, hogy én, mint az utódja, köteles voltam ezt méltóképpen, méltó körülmények között átadni. Én azt kívánom, hogy önnek is, hogy 38 év, ahogy hallottak itt az előbb Irénkét, hogy 38 év pedagógus pályafutás van ön mögötte, önnek is még hasonlókat kívánunk, és nagyon sok szép ilyen szép estét magunknak pedig. Köszönöm szépen, így legyen. Épp mondtam műsor közben, hogy igen, ezt az időt, ezt a szép időszakot meg kell érni. Hát bízom benne, hogy sikerül. Bár szokták mondani, hogy a gyerekek között az ember folyamatosan fiatalodik. Így legyen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Emily.